Több mint 1000 ember indult sétára, rózsaszínbe öltözve péntek délelőtt Máté Szalka utcáján. A megmozdulást idén októberben már 5. alkalommal rendezték meg, hogy felhívják a figyelmet a merrák elleni küzdelemre. A jelképes 200 forintos regisztrációs díjért rózsaszín szalagot és zászlót kaptak a séta résztvevői. A regisztrációs díjakból támogatni fogunk városban élő és merrákkal küzdő embereket, hölgyeket. Most idén úgy tervezzük, hogy 2 hölgyet fogunk ebből támogatni. A sétán ők is részt vesznek és beszédet is mondanak. Ezt ők szerették volna, maguktól vállalták, mi meg pedig örülünk annak, hogy szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy fontos a szűrővizsgálat. A rendezvény megnyitóján több hölgy is nyilvánosan vállalta betegségét, többen meséltek arról, hogyan sikerült feldolgozniuk magát a betegséget, a jelentkező depressziót és a kezeléssel járó nehézségeket. Volt olyan résztvevő is, akiért korábban már sétáltak a városban. Titokban történt, tehát én nem tudtam róla, mivel ugye a kezelés, tehát ekkor kaptam a kezeléseket, és ha tudtam, jöttem dolgozni, ha nem akkor, tehát nagyon rugalmasan kezelte ezt nekem a munkáltatóm, és meglepetés volt számomra, hát persze, tehát leírhatatlan volt, tehát nem is tudom elmondani, nagyon-nagyon jól esett, és nagyon sokat jelentett. A rózsaszín séta nem csak arról szól, hogy a nők egymásnak erőt adjanak a folytatáshoz, a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívják a figyelmet. Évente 33 ezer magyar ember hal meg daganatos megbetegedésben, ebből 2000 nő emlődaganatban. Bár a szűrővizsgálatok ingyenesek, tavaly a szabolcsi nőknek mindössze 42%-a vett részt mammográfiai vizsgálaton. Korai stádiumban felismerve ez a betegség nagyon jól gyógyítható. Erre szeretnénk ezzel a sétával felhívni a figyelmünket, az úgynevezett rózsaszín sétával, a rózsaszín, amely a reményt fejezi ki. Reményt arra, hogy teljes mértékben meg lehet gyógyulni ebből a betegségből, hogyha korai stádiumban ismerik föl. Nagyon örülünk annak, hogy a mátészalkaiak érzik ennek a fontosságát. 1455 aláírás gyűlt össze, támogató aláírás, amellyel az ebben szenvedő betegek gyógyulását segítjük. Az idei rózsaszín séta új hagyományt is teremtett. A környezetvédelem jegyében a korábbi héliumos lufik helyett papírzászlóval vonultak a séta résztvevői, amelynek végén 4 darab rózsaszín virágú japán cseresznyefát is ültettek.